fizetése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hogyan kell szakszerűen használni a gumibotot, és hogyan kell megbilincselni valakit? Mikor szabad lőni a törvény nevében? Ma megnézzük, hogy hol és hogyan képzik a rendőrtiszteket. Tartsanak velem! A Budai hegységben található Széchenyi hegyen járunk. Az egykori rendőrtiszti főiskolán, vagy ahogy ma hívják, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán. A reggeli sorakozóhoz készülődik mindenki. Nemrég múlt 7 óra, és itt az osztályok, akiket szakaszoknak hívnak, megkapják minden reggel a hivatalos napi eligazításukat, úgyhogy most én is becsatlakozom. Fogalmam sincs, hogy hova kell állni, de megpróbálok oda, ahol hozzá hasonló civil ruhások vannak. Végére állok, abból baj nem lehet. Kezek, fülek, körmök tiszták. Mindenki pontosan egymás mögé igazodik. Aki mégsem, annak segítenek. Galér egységesen mindenkinek legyen felhúzva, begombolva. Első folyam, vigyázz! Igazodj! Mikor mindenki pontosan úgy áll, mint a cövek, jöhet a jelentés. Első folyam, vigyázz! Fogadás jobbról, tisztelleg! Főhadnagy kisasszony, téglás hallgatói parancsnok jelentem, az első évfolyam felsorakozott. Jó reggelt kívánok! Erő! Egészséget! A főhadnagy kisasszony arcát a jelenlegi törvény értelmében ki kell takarnunk, mivel állományban van. Ugyanígy kell tennünk az adás során olykor látszódó készenléti rendőr kollégákkal is, akik itt oktatnak. Rendes lépés! Ezek után minden szakasz elindul az órájára. Nekem testneveléssel kezdődik a nap. Jó reggelt kívánok! Erő! Egészséget! Rövid bemelegítés után kiderül, hogy az itt oktatott támadó technikák csak is a rendőröknek valók, és nem sok közük van a küzdősportokhoz. A rendőri intézkedéseknek három része van. Az első kommunikáció, egy verbális kommunikáció. Általában 90%-a az intézkedéseknek itt megáll. De hogyha ez nem működik, akkor jön a következő fázis, ez a testi kényszer. Akkor meg kell fogni, el kell vinni, le kell bilincselni, ez a következő fázis, és a végső az a fegyverhasználat. Mi a kettő közötti részt, ezt a testi kényszert oktatjuk, és ezeknek az alaptechnikái vannak itt most, ezek láthatóak. Ezt nagy magabiztossággal kell intézni, nagy erőfölénnyel, akkor nincsen sérülés. Tehát ez nem egy felfelé küzdelem, hanem ez egy intézkedés. Ezért így eléggé fáj. Lecsúszott a smink. Megrántom előrefelé magam a keresztbe, lépek mellé, fordítom rá, és veszítem a könyökizületet. Az óra második felében végre jöhetnek azok az elvezető technikák, vagy ahogy itt hívják, testi kényszerek, amelyek a rendőrség sajátjai. Vissza. Közebb lévő kézzel most, fordítjuk. Nem. Ellenállok. De ez nagyon kellemetlen az a ráfordítás, ilyenkor nem tud az ember ellenállni. Láttam, hogy amikor jöttek a gyerekek, akkor így mondta nekik, hogy a főépület felé nézem a cipőkorra. Ez miért? Egyértelmű utasításokat kell adni. Igen? Neked szokják, hogy vannak olyan krízis helyzetek, amikor nem szabad gondolkodni, hanem meg kell csinálni, végre kell hajtani a parancsot. Ez az osztály gazdaságvédelmi nyomozónak tanul. Kialakult napi rendszerén haladunk, reggeltől estig kitöltjük az idejét a hallgatóknak. Nem maradjon idejük unatkozni, és rossz dolgokon ne járjon a kis fejük. De ugye a tanulók többsége bent lakásos. Az a lakikérdése ad feltétlenül, és utána pedig van, aki bejáró lesz, aki közelből, akik a többiek viszont itt a kollégiumban vannak elszállásolva. A kiképzés része például a speciális akadálypálya megfelelő szintidőn belüli teljesítése is. Ugyanilyen pályán gyakorolnak az amerikai SWAT kommandós egységek is. A
cél az, hogy a hallgatók az erőálló képességét fejlesszük, különböző kúszó-mászó feladatoknak, illetve amit látja, hárman dolgoznak együtt, hiszen az intézkedés során sem egy rendőr megy két helyszínen, legalább hárman, ketten, hárman ott vannak, hogy intézkedjenek. Cél az, hogy összeszokjanak, tudják, hogy hogyan kell a másikat segíteni. Itt alul áll, bújnik. És akkor hogy szoktak, csak itt simán így? Most én is kipróbálom magam a pályán, és mint a többiek, én is kapok férfi segítséget az akcióhoz. Úgy is lehet, hogy átmedik egyik lábán. Belement a szemembe, igen. Szintidő az addig jó. Itt emelek. Igen. És akkor... Azaz. Fölkerültem? Innen hogy jutok le? Le kell ugrani. Ugrani! Életemben nem ugrottam ilyen magasról. De félek, tökre félek. El kell határozni, kész. Ugyan. Muszáj. Valakot nem átni. Innen már lehet ugrani. Igen, érzem. Azaz, szuper. Menjünk tovább. A kötelet hogy vegyem ki? A szintidőmet most inkább nem mérjük, annak, közös megegyezés jó. Alapján. Én nem szeretnék leugrani innen. Lehet olyat? Hogy nem vagyok az ugrós típus. Milyen a szintidőm, Ádám? Nagyon eddig. Pörög. Meg őrülni, minden nap ezt kéne gyakorolnom. Ideig tök jól nem tudok haladni. Ahhoz képest, hogy első alkalommal tetted ezt meg, egészen jó volt. Egy-két feladatot kihagytunk. Még jó, hogy nincs felettünk plafon, mert nem volt ez rossz. A testnevelés után jöhet a tanulás. A délután első órái a nyomolvasó laborban telnek. A rendőrségi fortélyok elsajátítása azonban itt még nem ért véget. A hallgatók egy része a gyakorlótér felé veszi az irányt, hogy oszlatást és csapatmozgást tanuljon. Én ez idő alatt Attila hadnagy irányításával intézkedés taktikát tanulok. Attila 15 évnyi terrorelhárítási tapasztalattal rendelkezik. Mondjuk én valami rosszat csináltam, igen. Maga most jön, és akkor engem elfog. Így van. Akkor mit mond előtte? Ha van rá idő, akkor köszönök, igen. És közlöm az intézkedés tényét, hogy elfogom, és hogy miért fogom el. Aha. És utána azt is fogom közölni, hogy önnel szemben kényszerítést alkalmazok, miért és hogyan. Természetesen ezzel nem érthet egyet, utána azt is fel kell, hogy világosítsam, hogy hol és miként élhet panasszal. De ez az intézkedést nem akadályozhatja. És ha már itt tartunk, az is kiderül, hogy a motozás nem az, aminek hiszem. A motozás az a büntetőeljárásnak egy része, amit rendőrorvos hajthat végre. És mi a különbség a motozás meg a... ruházatátvizsgálás? Igen. A ruházatátvizsgálás csak felszínes. Igen. Azt is lehetőleg azonos neműnek kell elvégeznie. Míg a motozást azt rendőrorvos végzi, és a testüregekre is kiterjed. De minden testüregre? De ez tényleg érdekel. Igen. Igen? Igen. Hát így kellemetlenül hangzik. Földbevételi technikát láthatunk. Törvény nevében fogjon, ezt illik elmondani, de ha nem, akkor a késedelem veszélye járhat, és ki lehet hagyni. Átforgatás, egy stabil rögzítés, ez okoz neki a legkevesebb fájdalmat. Megkérdezem, hogy szúróvágóeszköz van-e önnél? Nincsen. Lőfegyver? Nincsen. Így de nem hiszünk. A figyelmét. Eltereli a figyelmét? Igen. Mivel? Az, hogy ne azon gondolkozom, hogy vajon mit fog hazudni, vagy mit nem, vagy mivel áll ellen a rendőr intézkedésnek, vagy megpróbál esetleg engem letolni a hátáról. Gyakran megpróbálnak, gondolom. Előfordul. Igen. De ha határozott a mozgás, határozott a rendőr, határozott a technikája, akkor már nem lesz rá esélyesen. Adja fel a másik karját. És az első terület, amit átvizsgálunk, ruházatátvizsgálásnál, az a megbilincselt karok alatt. Mert ezt eléri a karjával. Igen. Adja fel a lábát. Lezárom a lábát, hogy ne tudjon visszarugni, és akkor felesbe bontom a testet. Fönt kezdem, haj, mivel férfiról van szó, és rövid a haja, nem sok minden. Majd a ruházat, gallér, hónaj, mell, öv alatti terület,
zseb, lágyék, és megyek le a lábára, ruha, és a cipő találkozási vonala. És ugyanúgy megcsinálom a másik oldalon is. Egyébként ezt a mindenféle fogdósást egy nő esetében is megcsinálhatná, Attila? Nem. Jön föl. Balra kell felállnia, megértette, uram? Értettem. Áromra. Egy, kettő. Angéla kicsit útban lesz, mert önfele fog fordulni. Árom. És egy elvezető fogás. És így befogja a száját, hogy ne tudjon be... Nem a száját fogom. Aha. A száját fognám, akkor leharapná az ujjamat. Csak az állát fogom. Aha. Próbálj meg leharapni a Dani az ujjamat. Idő. Mire megtalálnák is ujjamat. Igen. Meg fogom bilincselni, Angéla. Szúróvágóeszköz van-e önnél? Nincs. Angéla hozzájárul, hogy a kész hátammal a derekánál megnézem a ruházatát? Nem járulok hozzá. Nem járul hozzá. Rendben van. Dóri, megjön az erősítés. És akkor ő viszont már szabadon fogdos, hát hiszen egy nem ülök. Dóri, átadom. Ruházatát vizsgálás. Értettem. És én biztosítom a Dóri munkáját. Ez a bilincs olyan kényelmetlen. Általában ez szokott lenni a bilincs. Kedves Dóri, magának sem engedélyezem. Nem érdekel, hogy nő. Hát akkor az intézkedés végén panasszal élhet, de a Dóri akkor is át fogja vizsgálni a ruházatát. Világos. A következő feladatom egyszerű. Át kell vizsgálnom Dórit, és meg kell találnom nála a halálos fegyveret. Teje az orrom le. Roppant kellemetlen. Nem baj, utána Dóri megcsinálja, és akkor megérzi. Hát biztos vagyok benne, épp azért nem akarom, hogy elő kellemetlen. És csak hátra kell billenteni a fejet, és forgatni lefelé a földre. Így. Nagyon jó. Oké. Tolja a hasára. Így. Nyomja. Igen, igen. Igen. Csak ezt a karját kell felhúzni. Igen, a két lába közé. Így. Igen, sípcsont közepén. A törvény nevében fogjon. Nem, az jó helyen volt ez. Ja, ez. Igen. Hú, szegény. A törvény nevében fogjon. Most letartóztatom. Ezt is kell mondani? Nem. Ez nem kell. Nem. Mi nem tartóztatunk le. Igen, csak előállítunk, vagy elfogunk. Meg fogom bilincselni. Meg fogom bilincselni. Szúróvágó eszköz van önnél? Így van. És akkor most rátehénkedve, de próbálok neki nem kárt okozni. Hogy lehet elkerülni, hogy ne tehénkedjek be, hát most szegénynek a bordáig. Gyakorlás. Gyakorlás. Így gyakorlás. Megfogom. Behajlítja. Igen. És a másik kar. De ez élesbe, hát szegénynek kitöröm a karját. Ez hát gyakorolni béna. Kell, tehát. Ő. Meg ez fordult. Háromszor, annyira közreműködő. Igen. Igen. Minden oké? Okay. Most ruházat átvizsgálás. Stabil oldalt. Hozzájárul ahhoz, hogy itt a megbilincselt keze alatt átvizsgáljam a ruházatát? Hozzájárul. Költői kérdés volt, mert ha nem járulna hozzá, akkor is átvizsgálnám, mert nő vagyok. Fú, emberes feladat. Ezzel itt lezárja. Ezért lezárom, igen. És akkor most itt jel, hogy van olyan, aki innen simán fejbe rúgja. Leporollak. Igen? Innen simán fejbe rúgja. Akkor bizony. Mit kell csinálja? Azért kell lezárni. Ja, értem. Most jó? Most már nem tudja. Szomb. Igen, oké. Okay. És akkor itt mondták, hogy ez a kemény... Hoppá! Itt valami keményet tapasztaltam. Dóri, tudja, hogy maga hazudott nekem? Ez egy nagyon csúnya dolog. És nem védekezhet szabad lábon. Angéla, mi nem minősítünk, jó? Az állampolgár azt csinál, amit akar. A rendőrnek ezt csak tudomásuk kell venni. Megkérdeztem, hogy szúróvágó eszköz volt ennél, és hazudott nekem. Hátsó keresztkulcsos elvezető fogásra neve. Tökéletesen jól csinálja, megfogja a ticepszét, igen. És foghatja itt a fejét, a haját, aha. Vagy akár átnyúl az áll alatt, úgyhogy az előbb csináltam a Daninak, és mondjuk arra van a kijárat, tehát menjünk arra, jó? Jó. Mondjuk ilyen kemény elvezető fogást mondjuk akkor szoktunk alkalmazni, amikor tényleg nagyon nagy kés találunk nála. Uh-huh. Ez a bünti. Nem, ez az arányosság elve. Ja, értem. Jó? Tehát, ha ő most egy piros lámpán átzaladt volna a zebrán, akkor ezt nem kaphatja meg. Aha, akkor így durva megfogalmazva az arányosság elve. Odakint a többiek egyre mélyebbre merülnek az oszlatás technikáiba. Indult! Testvédő azért is kell hordani, megvédjen minket, illetve azért is, hogy tudjunk koncentrálni magára a feladatra. Azért kell szuszpenzort megkezdve, látszárvédőn keresztül minden felvenni.
jobban tudunk a feladatot összpontosítani. Hogy a kisasszony, álljon már ki, jó? És akkor magasabb felemeljük a kezét a levegőbe, és mutat egy számot, jó? Addig megy a dobálás, amíg a két számnak az összegét meg nem hallottam hangosan. Felkészül! Dobálás! Dobálás, indul, indul, indul! 6! Nem, most 7 vagy 6? 6! De most térjünk vissza a gyakorlóterembe. Gumibotozás jön. Szimbolikusan mindig van visszatartó ereje a kényszerítő eszköznek. Ha már csak ott van a rendőr kezében, már az jó. Föntről lefele, mintha fejszével vágnék egyet, rendőrség felszólítással egy erős ütést mérünk a pajzsra, lehetőleg erre a fehér pöttyre. Megmutatom először, és utána le. Rendőrség! És szétnézek. Fontos, hogy szétnézzen az ember. Igen, hogy van-e még valaki, megvan-e a társam, vannak-e tanúk. Ilyen okoknak. Rendőrség! Így van. Törvény nevében felszólítom, hogy cselekményét hagyja abba. Ezt is a törvény nevében felszólítom, hogy a cselekményét hagyja abba. Ezt mindig mondom. Nem is fogja célszerű, érteni. Nem célszerű. Is fogja érteni, hogy mi ez egy cselekmény. Lehet, meg kell próbálni. Jó. Másik technika, azt úgy hívjuk, hogy nyolcasozás. Föntről kezdjük, lehúzzuk. Föntről kezdjük, a másik oldalról lehúzzuk. És megint szétnézünk. Aha. Rendőrség. Tehát, hogy... Igen. Így. Jó, csak nem a hegyével, tehát nem mi vagyunk a karmester, hanem az első egyharmad. Jó, okay. Távolságot bemérjük. Rendőrség! Elérte a célját, szétnéz, megnézi a társát, megnézi, hogy megvan-e az intézkedés lábon személy, mi történt, kell-e még gumibotot használni, ha nem, akkor törvény ne légy. És megint. De ilyen sosincs az életben. Van időm, hogy szétnézni, megnézem, hatott-e az ütés, jó? De valami alapot cselekmény. Meg kell tanulni. Nem lehet az, hogy ide jön valaki, és akkor a favágó technika... Így nem lehet gumibotos technikát alkalmazni, főleg a legtöbb ember ösztönül semmit ütne, ha nem tanulná meg a fejét. Pont azt nem szabad egy rendőrnek. Neki szakszerűnek kell lenni, törvényesnek kell lenni, és arányosnak. Tehát amikor elérte a gumibot használata célját, onnantól kezdve nem teheti meg azt, hogy még rátesz egy lapáttal. Csak azért, mert benne van már a lendületben. Igen. Nem mondhatja azt, hogy hát én is stresszben voltam, hát én engem itt is elkapott a hév, ezt nem mondhatja. Rendőrnek mindig higgadtnak kell maradni. Ugyanígy tanítják a rendőrkutyákat is. Amikor a gazdi azt mondja, hogy abba kell hagyni a harapást, akkor a kutyának le kell állni. Ha nem, akkor hibázott a kutya, és nem lesz belőle rendőrkutya. Ugyanezt meg kell csinálni egy rendőrnek is. Én mindig úgy tanítom a rendőröket, hogy két anyukájuk van. Egy az igazi, a másik a szolgálati. Dani? Nem, Dani van beöltözve, igaz? Igen. Jó. Ez nem egy jó érzés. Szerintem ez nagyon kemény. Szerintem ez nagyon komoly. Mert itt volt az előbb egy pár. Még így is nagyon komoly sérüléseket lehet okozni. Azt fogjuk csinálni, hogy tanulunk egy egyszerű blokkot. A Dani szúrni fog mondjuk mellkasra. Aha. Jó? Dani szúr mellkasra, oldalra kitolom a gumibot segítségével, kicsit megfogom a kezét és jól rácsapok. Erre, ha nem engedi el a kést, akkor még egyszer rávágok az előbb tanult módszerrel. Ez után szerintem mindenki elengedi, hát ez olyan szinte egy kényszerítő, nem? Nem mindenki ezt a forgatókönyvet olvassa. Üthetek ide még egyet, vagy az előbb tanult módszerrel 8-as. Mindaddig, míg le nem teszi a kést, és felszólítom, hogy engedje el a kést, dobja le a földre. Jó? A nagyon fontos a földre. Mert azt fogom neki mondani, hogy dobja el a kést, jó. Akkor felém dobja, erre jön ugye az igazi anyukám, és akkor én mérges leszek, hogy úristen, hozzám vágta a kést, hiszen én mondtam neki, hogy dobja el. Ja, vagy nem mondtam neki, hogy ne felém dobja. Hát akkor ki a hibás? Én. Mondjuk egy ilyen dulakodás során, azért, hogyha neki sérülést okoznak, szerintem ez egy ilyen ösztönös dolog, hogy olyankor az ember még agresszívebb. De egy kicsit igen. De egy kicsit hát ez nem lehet szerintem. Viszont azért jó, hogy legalább két rendőr intézkedik mindig, hogy a másiknak talán megmarad a józanabbi keszés, be tud segíteni. Ja! És akkor most még egyszer ráütök, hogy két kézzel lehet? Lehet. Tegyen el a kést! Én egy kicsit magasabbról venném föl, hogy még erősebb. Aha, így, és akkor utána elkezdem 8-as hozni, mert már benne vagyok a lendületben. Angéla, okay. Már letette a kést, most már nem szabad tovább. Tényleg. Jó? Tényleg. Ezt figyelni kell. Tegyen a
kést! Kést a földre! Földre! Rendőrség! Zom! Minden! Angéla, letette! Rendőrség! Rendőrség, tegye le a kést! Gyere! Jó, jó, jó! Feküdjön a földre! Mindezek után lőgyakorlatot tartunk, hogy el tudjak indulni a főrendőrségi próbán, ahol magamnak kell eldönteni, hogy milyen eszközt fogok használni. Vagy egyáltalán kell-e kényszerítő eszközt bevetnem. 9, jól látom? 9-esen, igen, itt van. Ez elsőre nem olyan rossz. Ez elsőre nem rossz. Rendőrként most kap egy szituációt, és el kell döntenie, hogy lő vagy nem lő, gumibotot használ vagy sem. Jelenet indul! Na mi van, kislány? Keménynek érzed magad? Jaj. Ezzel beszívhatod az ember? Jaj. Most gyere, megjönlek! Ki fogok küldni? Rendőr vagyok! El kéne tenni a fegyvert. Rendőrség! Közelebb menni és megnézni. Először elvettem a fegyvert. Jól tette. Mit, én fogalmam sincs, mit kell ilyenkor csinálni, biztos. Sugok, meg kéne bilincselni. Meg kéne bilincselni, oké. Okay. Rendőr vagyok, és ide rátámaszkodom, ide, így. Nyakára, így. És a veséjére. És akkor ide. Kifogok, én rosszabban vagyok. Mivel van segítséged? Pillanat. Először megbilincselnek. Szúró, vágó fegyver van önnél? Volt mondjuk, de elvettem. És akkor most jön az, hogy itt lefogom a lábad, le is lőttem. Most kell még motosz, felületi ruházati vizsgálatot csinálni? Tett a segítség, jött. Vége! Vége! Jó volt. De jól tettem, hogy lőttem? Jól. Hát mindenféleképpen jó lett volna, hogyha felszólítja, hogy rendőrség, álljon meg, tegye le, vagy dobja le a földre az eszközt. Ez még nem igazán lett automatizmus nálam. Ellenkező esetben kényszerítő eszközt használok, vagy fegyvert használok, igen. Vagy akár lövök egy figyelmeztető lövést jelen esetben a plafonba. Aha. De ha ez a távolság olyan rövid, hogy ennek már nincs reális esélye. Akkor lőttem, mikor már közel jött, ugye? Nagyon közel, de még ön veszélyben érezte magát. Aha. Más lehetősége már nem volt. Nem, nem állt meg. Nem állt meg. Ő így döntött, hogy aha, mégiscsak le akarja szúrni a rendőrt. Szóval úgy tűnik, jól döntöttem, és átmentem a vizsgán. Jöhet a kültéri éles helyzet imitációja. Úgymond normál, életszerű körülmények között. Várjál meg! Igen, igen, igen! Melyek előre? Gyere, gyere! Á, nézd esélyt! Te gyere, 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 gyere ide! Biztos, biztos! Adj a másik kezét! Másik kezét! Óvatosan! Megy eszi! Bilincsek! Biztosítsatok, jó? Gyere, vagytok, jó? Szóró rákozik, ez valami? Keresztve! Kép biztosítottátok? Biztosítva. Fel fogom ültetni. Angi segítség. Jó? Felakasz, nem? Másik kép. Azaz. Megtámadszuk. Ha a tricep. Igen. Oké. Okay. Húzza be a bal lábát. Szerint fogjuk felállítani, jó? Háromra felállunk. Egy, kettő, három. Azaz. Fogom a fejét, te menj előre. Nálunk mindenki rendőr a családban. Igen, igen. Édesanyád is? Nálunk édesapám, édesanyám, nagyapám, a bátyám és a sógornőm is rendőr, úgyhogy nálunk tényleg nehéz felsorolni, hogy ki nem. Akkor ez egy nagyon pozitív visszacsatolás lehet a szüleidnek, hogy tulajdonképpen nem veted el az örökséget, igen, amit igen, kaptál tőlük. Ez egy megerősítés. És a vicces az, hogy régen még a rendőrtiszti előtt még rendőrakadémiának hívták. A nagyapám a rendőrakadémiára járt, édesapám a rendőrtiszti főiskolára járt, én meg a rendészettudományi karra, tehát így azért kijártuk az iskolát. Ez ilyen gyerekkori hóbort. Rengeteg kisgyerek szeretne, amikor kicsi, hogy mentő, tűzoltó, katona. Nálam ez így megmaradt, valaki nem növi ki, nálam ez így megmaradt, de nem bántam meg, hogy ide jöttem. Azt szokták mondani, hogy elég fiús típus vagyok, de tényleg? Szerintem így a lányok nagy része itt azért... Ránézésre nem mondanálak fiúsnak. Hát igen, csak így természetileg szerintem inkább kell egy kis belevalóság. Ez nektek nem nehéz, hogy itt tanultok, kemény képzésen vesztek részt, és közben a dolognak a társadalmi megbecsültsége azért nem olyan magas. De Magyarországon legalábbis. Egy probléma az, hogy a rendőrnek abban a pillanatban, amikor intézkednie kell például egy ilyen szituációban, már azon kell agyalni, hogy melyik büntetőjogi, illetve szabálysértési
szakaszba fogja ütköztetni a cselekményt, mert ugye tehát a rendőr indokolatlanul, jogszerűtlenül nem járhat el. És a rendőrnek 4-5 másodperce van arra, hogy akkor most elgondolkodjon, hogy ez most mibe is ütközik, mit is kéne alkalmaznom, hogy is lép föl. És egyszerre van benne. Így van, tehát arányos legyen, szakszerű legyen. Eléri a célját az intézkedés, ezt azért a rendőrnek 4-5 másodperc alatt elérni. Mindez 150 vagy afeletti púzussal, stresszbe, igen, idegességbe, mindenkinek vannak magánéleti problémái, azzal a társával, stb. Szóval nem egy egyszerű szakma a bíróknak, ügyészeknek, jogászoknak, sokkal egyszerűbb dolga van benne a tárgyalóteremben, éveken keresztül a tárgyalásokban, hogy neked ezt kellett volna csinálnod, így kellett volna intézkedned. Még az embernek kín a területen, ahogy a Dani is mondta, pár másodperc van erre eldönteni, és nem annyira egyszerű, nem annyira egyértelmű a valóságban a helyzet. Engem örömmel tölt el, hogy igenis én megvédtem az állampolgárt. Ha nem jön oda megköszönni, mert nem közvetlenül segítettem neki, akkor is tudom, hogy én jót cselekedtem neki, vagy vele, mert megvédtem ettől a potenciális veszélytől. Az emberek nagyon sokszor felejtik el, hogy a rendőrség az értük van. Már pedig értük van. És akkor tulajdonképpen ez a tudat nektek elég ahhoz, hogy vállaljátok ezt a kockázatot, a stresszt, a felelősséget, és egyáltalán a veszélyt is, ugye? Igen, igen.